mondd csak Henny, amikor annak idején mondjuk lementél a terembe, elkezdtél edzeni, és aztán fölmentél a színpadra egy-egy versenyen, akkor alapvetően saját magadnak akartál bizonyítani, vagy a közönségnek, az embereknek? Egyértelműen saját magamnak, tehát nem hiszem, hogy azért versenyezne bárki is, legalábbis én biztosan nem azért versenyeztem, hogy most valakinek megmutassak valamit, vagy hogy én erre képes vagyok. Nem, ez szerintem abszolút mindenkinek belülről fakad, saját magának akar megfelelni, esetleg bizonyítani, kíváncsi rá, hogy mire képes akár a teste, akár ugye mennyire tud odafigyelni magára, mennyire megy a felkészülés, tehát hogy ez nagyon sok mindenen áll vagy bukik, de nyilván nagyon jó érzés, amikor az embert elismerik, akár szakmailag, akár a családjától kap pozitív visszajelzést, tehát minden nagyon jól tud esni. De én azt gondolom, hogy alapvetően mindenkinek a saját maga motivációja az, ami elindítja őket az úton. De ebben a visszajelzésben csak az a fontos, hogy a közönség mondjuk megtapsol, és a zsűri elismerő szavakat mond, vagy az is jól esik és fontos, hogy mondjuk legyenek az embernek követői, tehát akik példaképként tekintenek rád. Hát attól függ, hogy most milyen szegmenséről beszélünk a fitnessnek. Alapvetően a bikini fitnessben, amiben én korábban versenyeztem, nagyon a közönség nincs jelen. Mármint, hogy fizikailag ott vannak, de mondjuk ilyen, hogy tapsolás nem nagyon van. A bekiabálás lehet hallani, az általában hozzátartozótól jön, tehát ott nincs egy ilyen erős feedback, úgymond a közönség részéről. A rúdsport az már egy másik téma, én ugye rúdfitness tréner vagyok, és versenyzem is. Ott nyilvánvalóan van a közönségtől is visszajelzés tapsban mondjuk. Akkor ez egyfajta felelősséggel is jár, nem? Tehát, hogy például elérhető célokat mutass azoknak, akik mondjuk figyelemmel kísérnek téged. Abszolút, ez a legfontosabb szerintem is. Tehát, hogyha körbenézünk a hazai fitness társadalomban, azért én azt gondolom, hogy ha bár nagyon népszerű manapság már kondiban járni és odafigyelni az étkezésre, testmozgásra, ettől függetlenül a mai fitness társadalom szerintem egy szűk réteg. Tehát az, aki versenyzik, vagy életvitelszerűen ezzel foglalkozik, vagy akár versenyzőket készít, az még manapság itt annyira nem is elterjed, de szerintem ez nem is baj. Tehát ez egy nagyon réteg sport, és ami elsődlegesen fontos szerintem a hétköznapi embereknek, az nem az, hogy versenyezzenek, nem az, hogy sanyargassák magukat, egy pizzát is ugyanúgy meg lehet enni, csak nyilván a mértékre kell odafigyelni, és ezt én mindig mindenkinek ezt szoktam leginkább hangsúlyozni, hogy soha nem a pizzával van a baj, soha nem azzal van a baj, hogy mondjuk nem jön össze az edzés azon a napon vagy a héten, hanem az, hogy próbáljunk egyensúlyt tartani, és mellette boldogak maradni. Nagyon sokan úgy diétáznak, és úgy próbálnak meg versenynek készülni, hogy egész egyszerűen ráfeszülnek, és boldogtalanok lesznek tőle, és ennek nagyon sokszor az lesz a vége, hogy titokban például elmajszol egy tábla csokit, és utána a bűntudat gyötri. Tehát mindenféleképpen reális célokat kell kitűzni magunk elé, hogy ne legyen olyan erős nyomás rajtunk, ami miatt az egész igazából egy nyűgé, egy szenvedéssé válik. Illetve gondolom fontos az, hogy mondjuk konzultáljunk olyanokkal, akik értenek ahhoz, amit csinálnak, tehát hogy visszatérve mondjuk az influencerekre, az legyen, hogy megnézzük egy videót, és ja, ott elmondja, hogy én soha nem eszem pizzát vagy csokoládét, és akkor ezt kell egy az egyben követni, mert nem feltétlenül fedi ez sem a valóságot. Ez így van egyébként. Szerintem nagyon nehéz a mai világban, főleg a közösségi médián olyan hiteles szakember találni, aki nem feltétlenül azért mond bizonyos dolgokat, mert mögött áll egy bizonyos cég, egy bizonyos tartalommal, hanem ő tényleg ezt mondjuk legyen egy táplálék kiegészítő cég, tehát hogy ő nem azért mondja azt, hogy a terméküktől lefogyott, mert megkérték rá, vagy ugye beszponzorálták, vagy hanem mert valóban ez a tapasztalat. Hanem mert valóban ez a tapasztalat, és ezt nagyon nehéz szerintem manapság már kiszűrni. Hitelesség, ez egy nagyon fontos kulcsszó. És ha már említetted a pizzát, további jó étvágyat. Hát azt mondtad, ez belefér, úgyhogy akkor örömmel folytatom.